érdekes bringa került most hozzám. Amit látható előttem, az egy Gripe. Ha valaki még nem hallott volna erről a cégről, akkor az nem véletem, egyrészt mert manufakturális módszerrel gyártják a bringáikat, viszont ha azt a nevet mondom, hogy Rimac, akkor lehet, hogy mindenkinek beúrik az a horvát szupersportautó, vagy inkább hipersportautó gyártó, aki ugye most nemrég mutatta be a Neverát, ami egy elektromos autó, és gyakorlatilag mindent lever a földön, ami négy keréken gurul. Az ő egyik mérnöküknek a szerelem gyereke ez a bringa márka, ez a bringa is Horvátországban készül, és hát rengeteg újdonságot tartogat. 2019-ben mutatták be a bringát a Eurobike kiállításon, tehát nem egy mai darab, nyilván folyamatosan fejleszgetik, de alapjában véve a váz meg a meghajtás nem változott. Tehát ennek fényében kell tekinteni mindent. Tehát, ha 2019-ben mutattak be egy biciklit, akkor annak a fejlesztése legalább 2017-18-ban kezdődött. Akik rögtön elkezdenék bekommentelni a videó alá, milyen old school geometriája van és társai, azok jobb, ha nem is folytatják a videót, mert erre a bringára nem úgy kell nézni, mint egy Specialized Turbo levo vagy bármelyik mai csúcs kapható Enduro e ra erre úgy kell tekinteni, mint egy e és egy kütyükeveréke. Nyilván a vevőközönsége sem ugyanazokból fog tevődni, mint amiket a normál bringáknál megszoktunk, ezt a brinkát inkább azok fogják megvásárolni, akik valami nagyon egyedire, valami különlegesre vágynak, és amiben minden apró paraméter beállítható, tehát igazából kütyübuziknak való ez a bringa. Éppen ezért én is először a kütyű oldalról közelítem meg az egész dolgot. Szerintem fantasztikus megoldás az, hogy a mobiltelefonodat bele tudod integrálni a bringába gyakorlatilag, hiszen bele tudod állítani ide a kormányszár elé, egy teljesen védett helyen van, egyáltalán nem volt olyan érzésem telepezés közben, hogy ha akkor megsérülhetne a telefon, ami ugye a mai 2-3-4-500 forintos telefonok világában talán nem is egy olyan kívánság, ami ne lenne értékelhető. Amennyiben összedugod a telefont a kerékpárral, egy ilyen kis kábelt lehet csatlakoztatni hozzá, azon keresztül fizikálisan tölti is a telefon a, a, bringának az akkumulátora, onnantól kezdve a kis joystick itt átveszi az irányítás szerepét, és gyakorlatilag onnan tudod irányítani mind az első hátsó kamerát, mind a kerékpáros funkciókat, mind a térképnézetet, hiszen navigálni is tudsz a bringával, a telefonod navigációját tudod használni, és mindent ezzel a kis joystickkal lehet irányítani. Tehát ez egy baromira jó megoldás, mert nem kell mindig középen nyomkodni valamit a telefonon, ami ugye azért főleg terepen nem olyan egyszerű történet. Ezt teljesen jól kitalálták, hogy ezt a bringát akkor tudod jól használni, ha a telefonodat dokkoltad. Van rajta egyébként egy másik fekete-fehér kijelző is, hogyha a telefon nincs benne a bringába, de ilyenkor nagyban lecsökkennek a paraméterezhetőségnek a lehetőségei, tehát igazából ezeket a klasszik bringás verziókat tudod rajta állítani, mint amint távolság, sebesség, stb., illetve tudod állítani a rásegítési fokozatot, de például azt nem tudod megcsinálni, amit az appon keresztül, hogy a pedálozási erőnek az érzékenységét is be tudod állítani, 5 fokozatban, tehát be tudod állítani azt, hogy amikor lenyomod a pedált, akkor milyen hevességgel reagáljon rá a bringa, mennyire erősen, erősen induljon meg a kerékpár. Mert ugye, hogyha ez alacsonyra van állítva, akkor gyakorlatilag sportolsz. Tehát segít valamennyit rá a bringa a pedálozásra, de alapvetően a saját erődre támaszkodhatsz. Hogyha maximálisra veszed, akkor meg szinte üresbe tekered a biciklit, és az maximális erővel tolni fog. Ez vagy ha elfáradtál, vagy ha tényleg vadulni akarsz, akkor tök jó jön. De ugye nem csak ez az öt fokozat van, ami a pedálozási rásegítésnek az érzékenységét állítja, hanem több fokozatban lehet állítani azt is, hogy milyen rásegítési fokozat legyen, tehát hogy a bringa ehhez képest hány száz százalékkal segítse rá a saját tekerésedet. És igazából ezeknek a kombinációjából nagyon jól be lehet lőni azt, hogy a, most elmész bringázni, és a bringázásod az inkább a hatótávra, inkább a sportolásra, vagy inkább az állatkodásra, egy másfél órás örömbringázásra van kihegyezve. A kis joystickról vezérelhető első hátsó kamera, az megint csak egy baromi jó ötlet, bár nyilván el is azt mondták a biciklisek, hogy ha akarok, akkor viszek magammal a Góprót a sisakon, vagy a hátizsákon, minek ez bele de baromira jó. Ott van mindig, bele van integrálva, egy gombnyomásra el tudod indítani, sőt tudsz váltani az első és hátsó nézet között, tehát nem kell megállítanod a felvételt ahhoz, hogy váltsál a kameraállások között. És ami nekem baromi jó volt, városi használatban egyszerűen kilakom a kijelzőre a hátsó kamerának a képét, és kvázi visszapillantó tükörként tudom használni. Sőt, ha akarod, akkor igazából ugye egy ilyen deskemként is funkcionál, tehát felveheted a forgalomban zajló dolgokat. Ezért, ha valaki nagyon parázik attól, hogy mondjuk elütnék az autósok, vagy valami történik vele, vagy esetleg videót akar feltenni a budapesti autósok házmester csoportba, akkor azt is megteheti a bringával. Nem véletlenül látunk itt egy telekom feliratot a vázon, ugyanis egy sim is elrejtése került a kerékpárban. Úgyhogy folyamatosan mindent látsz a bringával kapcsolatban a saját mobiltelefonos applikációdon, akkor is, ha nincs összekötve a biciklivel a telefonod. Tehát nekem például küldött SMS jelzést, amikor a munkahelyemen voltam, hogy az akkumulátor állapota 10%-ra, illetve az akkumulátor töltöttsége 10% alá csökkent, vagy hogyha beállítod, hogy mondjuk ott hagyod a bringát egy kávézó előtt és bemész, akkor azonnal riasztást küld, hogyha megmozdul a bringa, hiszen proximity szenzor is van benne, érzékeli, hogyha megmozdították a kerékpárt. És minden szépen logolja is az app, tehát minden ilyen értesítés látsz. Úgyhogy nem kell folyamatosan online lenned, hanem egyszer csak ránézel, hogy mi történt a bringával az előző napban vagy az előző pár órában, és minden szépen látsz rajta. És akkor most ennyi kütyüzés után jöjjön az, hogy milyen volt a bringával bringázni. Mert hát bármire, bármennyire is szeretjük ezeket az elektronikai dolgokat, azért egy elbájtnak a lényege mégiscsak az, hogy milyen vele bringázni és milyen hatótávolsága van. Voltam vele többször tekerni, különböző módokban. Volt olyan, amikor csak elmentem és állatkodtam vele egy órát, tehát minden maxra volt kapcsolva, és azt élveztem, hogy melő után tudok menni még egy, -egy, -egy másfél órányi levezetést, és ilyenkor igazából nem számított az, hogy mennyire fogyasztja az akkumulátort, hiszen nem tudsz olyan sokat menni, hogy lemerüljön. Illetve természetesen azt is kipróbáltam, hogy mennyit lehet vele menni úgynevezett eco módban, tehát amikor egészen alacsonyra veszük a rásegítést egyes vagy kettes fokozatra, és alapvetően a saját erőnkre támaszkodunk, illetve kihasználjuk az elbájknak az emelkedőkön azt a részét, ami miatt szeretjük az elbájkot, hogy ugye gyorsan tudunk fölfelé haladni, és olyan, mintha baromira edzettek lennénk. 50 km tudtam vele megtenni 1500 méter szinttel, ami aki most bringás és nézi a videót, az tudni fogja, hogy azért az nem kevés. Egy bükmaratonnak a közép az nagyjából 50 kilométeren ilyen 1100 méter szintet jelent, és azért ha normál bringával mész egy ilyen maraton középtávra, azért elég rendesen fel kell ahhoz készülnöd, hogy ne szenvedés legyen. Tehát 1500 szintet tudott ez a bringa úgy, hogy alapvetően ekóban használtam, tehát alapvetően egyes vagy 2-es rásegítési fokozaton, és amikor mondjuk kétszer fölmásztam vele pilistetőre, akkor nyilván hármasban, négyesben, sőt néha még maxra is fölraktam, hogy azért legyen benne egy kis élvezet is, meg hát a pilistetőnek a legvége azért egészen köves meg meredek, úgyhogy ott jól jött az extra rásegítés. Az most egy relatív dolog, hogy ez sok vagy kevés, nyilván egy elváknál az is nagyon sokat számít, hogy hány kilós maga a rider hátizsákkal együtt, én nem tartozom a könnyű kategóriába, tehát egy 60 kilós bringás alatt szerintem akár 20%-kal is többet elmehet a bringa, de szerintem ez is bőven elég ahhoz, hogy baromira kifáradjunk. Nekem a bruttó menetidőm nagyjából 5 és fél óra volt, a nettó olyan 3 és fél óra. Szerintem, hogyha valaki elmegy egy egész délelőttöt így biciklizni, az kellően fáradt lesz ahhoz, hogy elegendőnek tekintse ezt a hatótávot. Viszont azt is hozzá kell tenni, hogy valószínűleg ennek az MPF motornak, ami be, ami be, van építve a kerékpárba, egész nagy lehet a fogyasztása, illetve ugye ez a bicikli, ez nem 25-ös limitált volt, hanem 45 km-nél kapcsolt le, 45 km per órás tempónál. Tehát például a hosszú hegyim meg a síkabb szakaszokon simán mentem 25-ös tempó fölött, ahol megint csak megnő a fogyasztása a kerékpárnak. Tehát nehéz reálisan ugyanezt a tesztkört összehasonlítani azzal, amikor előtte mondjuk mentem a highbike bringámmal, hiszen az egy 25-re korlátozott kerékpár volt, egy Yamaha rendszer volt benne, egy 500 watt-órás akkumulátor, ebben egy 700 watt-órás van. Tehát ezért is mondtam azt, hogy mi az a táv, meg mi az a szintkülönbség, amit én meg tudtam vele ez már egy reális összehasonlítási alapot nyújt. A 700 watt-órás akkumulátor egyébként még ma is egészen nagynak számít, és ha belegondolunk abba, hogy ezt 2019-ben mutatták be, amikor a konkurencia még csak ilyen 400-500 watt-óráknál járt, akkor igazából ez visszatekintve egy brutális teljesítményt jelentett, de ma is nagyjából most vannak a 625-ös, meg 650-es, meg 700-as akkumulátorok, most vannak bejelentve, sok bicikli még nem is kapható ezekkel, tehát simán felveszi a versenyt kapacitásban a mai bringákkal. Ahogy mondtam, a fogyasztása meg a hatótávja nagyon-nagyon függ attól, hogy te hány kiló vagy, mennyire állítod a pedálozás érzékenységét, és egyébként milyen rásegítési fokozatot használsz. Tehát nyilván ki lehet fingatni a rendszert másfél-két óra alatt is, hogyha brutál meredek emelkedő és minden maxra van állítva, ezt te döntöd el, hogy éppen miért akarsz bringázni vele. Nekem magával a geometriával abszolút nem volt semmi bajom, mert körülbelül az hozta, amit annó az ilyen Olmonten maraton bringák, tehát tök kényelmesen lehetett vele túrázni. Nyilván nem az a geometria, amivel lejtőzni lehet nagy tempóval, de azért a nagy tempót itt is különböztessük meg, mert nagyon sokan még azzal a tempóval sem tudnak terepen közlekedni, amivel én ezzel a biciklivel lementem. Tehát én azt mondom, hogy aki általános bringázásra, túrázásokra keres el annak semmi baja nem lesz ezzel a geometriával se. Ez a rugót is bőven elegendő ahhoz, hogy az itthoni hegyeket bejárde de még az alpokat is. Természetesen, ha valaki bike parkozni akar egy ilyen bike amit alapvetően nem értek, hiszen oda egy könnyű ösztelós bringa az ideális, akkor valószínűleg nem ebben a kategóriában kell keresgélnie. És persze sehol nem spórolták ki az anyagot a bicikliből. A rugózás elől is, hátul is komoly rugóstagokon múlik, minden paraméterebe beállítható, sőt el is kell vele egy ideig, amíg a levegő kamrákat a saját testsúlyodhoz belövöd, a csilapításokat, az oda-vissza a saját kényed kedved szerint beállítod, ahogy te szeretsz vele bringázni, illetve hogyha ennél egy kicsit tovább megyünk, akkor ugye célszerű a terepadottságaihoz is beállítani, mert nem mindegy, hogy mondjuk itt a gödöllői domságban mész vele gyorsan, vagy éppen a pilis köves akarsz vele haladni. Ami még érdekesége ezen a bringán, már azon kívül, hogy az egész bringa egy érdekesség, hogy SRAM EX egy rendszer van rajta, tehát a váltórendszere egy speciális elbájkokhoz készített mindössze 8 sebességes váltórendszer. Ugye ma már 12 sebességnél járunk, hogyha csúcskategóriás gépekről beszélünk, és hát ez a bringa is 2.600.000, és ezt akár 4-5 millió forintig fel lehet tornázni, attól függően, hogy milyen modellt választasz belőle. És hát mondhatnánk azt, hogy 8 fokozat elegendő. A SRAM x 1 mentem már sokszor, de csak rövideket, tehát ilyen hosszan nem tudtam még x 1 et próbálni, mint most, és baromira kíváncsi voltam arra, hogy igazából elegendő -e ez a 8 fokozat. És a válasz nem is olyan egyszerűen megválaszolható. Amennyiben nagyon meredek ösvényeken közlekedsz fölfelé-lefelé, tehát valódi terepezést művelsz, akkor szerintem az ex egy abszolút jó, hiszen mindig vagy fölfelé mész, vagy lefelé mész, nem fognak zavarni a fokozatok közötti nagy ugrások, hiszen ugyanazt az áttételt tartomány sűrítették bele 8 fokozatba, amit egyébként 11-12-ből hoznak ki más váltórendszerek esetében. Amikor viszont nagyjából sík úton mész, vagy egy kicsit fölfelé, kicsit lefelé, amikor tényleg csak azt kéne, hogy egy fokozattal könnyebb vagy nehezebb legyen tekerni, akkor nagyon nagy ugrások vannak ebben az EX1 szedben, és főleg amikor már fáradt vagy, és akkor ú, uh, egy picit könnyebbnek kéne lenni, a hátul, váltasz egyet fölfelé, és akkor így elkezd pörögni a lábad, mint a motor, az nem a legjobb. Nyilván olyankor tudsz állítani egyet a rásegítési fokozaton erősebbre, ha van még elég energia az akkumulátorba, de mondjuk nekem úgy jött ki ennek az 50 km körnek a vége, hogy 6 km mutatott már csak az óra, amikor visszértem, illetve 8-at. Tehát ekkor én már nem mertem azt megkockáztatni, hogy egy ismeretlen helyen följebb rakom a rásegítést, és akkor meglátjuk, hogy vagy oda élek vagy nem. Mert azért, aki arra számít, hogy kikapcsolt motorral egy elbájkot könnyű tekerni, az nagyot fog csalódni. Ezekkel addig jó menni, amíg az akkumulátorban van áram. Én tehát minden megtett métert imádtam ezzel a kerékpárral, teljesen mindegy, hogy állatkodásról volt szó, vagy normál túrázásról, vagy csak a városban elugrottam ide-oda haverokhoz. Viszont azért egy 2 millió forintos bringától el kéne várni azt, hogy tökéletes legyen. Mondjuk ilyen elbájkkal még nem találkoztam, ami tökéletes lenne, ezért ennek a biciklinek is vannak hátrányai. Nem nagyok, de azért érdemes róluk beszélni. Az egyik az, hogy egy ilyen nagyon furcsa váz geometriája van, ezért gyakorlatilag bringa szállítón vinni nem egy egyszerű történet, mert nem igazán tudod, hol odafogatni a bringa szállítóhoz. Ugye valahol meg kell fogni a, a karnak ahhoz, hogy stabilan álljon. Alapvetően a nyerekcsőnél nem tudod megfogni, mert itt vannak a kábelek. Itt itt van a rugóstag, itt nagyon vastag a váz, tehát ez nem egy egyszerű történet. Én ezért inkább berakva az autóba szállítottam mert kivett első kerékkel. A másik probléma, hogyha fel akarod vinni valahová, és most nem is a 25 kg súlya, mert az egy teljes átlagos elbáj súly, hanem inkább az, hogy megint csak nincs hol megfogni. Ugye itt nem fogod meg, mert itt van a rugóstag, nehogy valamit elállítsál rajta, meg összekend a kezed. Ugye az akkumulátornál fogva nem emeled meg, mert azért az bármennyire stabil, az nem erre van kitalálva, ezért én azt találtam ki, hogy itt a lengőkarnál itt van egy olyan hely, ahol egész jó a tömegközéppontja, és jó meg lehet fogni a felemeléshez. Ami szintén furcsa volt, hogy a bringa nem kapcsol ki magától. Tehát nincs az, mint a Shimano-val, Yamaha-val szerelt rendszereknél, hogyha mondjuk megállsz a biciklizés közben, letámasztod valahova a bringát, akkor mondjuk 5 perc, 10 perc múlva ilyen vagy kikapcsol teljesen, vagy standby üzemmódba helyezi magát, és ugye lekapcsol minden áramot. Ez a bringa, ez addig marad bekapcsolva, amíg ki nem kapcsolod. Erre akkor jöttem rá, amint már említettem, amikor küldött egy üzenetet a bicikli, hogy 10% alá csökkent az akkumulátor kapacitása. Ezen meg is lepődtem, hiszen nagyjából 50%-kal hagytam otthon, igen ám, de közben folyamatosan be volt kapcsolva a bringa, és hát ez, ami folyamatosan áram alatt van, az ugye mindig is fogyaszt. Lehet, hogy van az applikációban olyan beállítás, amivel ezt át lehet állítani, de én úgy gondolom, hogy ennek az alapbeállított értéknek annak kéne lennie, hogy mondjuk 5 perc múlva kapcsoljon ki. És pont ez a másik baja is, ugyanis, hogyha elindítod a saját applikációját, és azon keresztül méred a biciklizésedet, tehát nem indítasz el külön egy GPS-ről egy strávát, vagy, egy, vagy akár csak egy GPS track rögzítést, és kikapcsolod a biciklit, mikor megálltál mondjuk egy cukrászdába, vagy egyebek, akkor újra le fogja nullázni azokat az értékeket. És ez a kikapcsolás utáni lenullázás, ezért ez elég bosszantó tud lenni. De nagyjából ezzel ki is fogyott minden, amit tudnék mondani negatívumot a bringáról, Nyilván most a 2 millió 600 forintos ár az olyan, hogy egyrészt megszoktuk már a csúcs felszereltségű elbájkoknál, másrészt ezt el kell fogadni, hogy az e-bike nem való mindenkinek, már olyan tekintetben, hogy nem fogja tudni mindenki megvásárolni őket. Tehát a helyén kell kezelni, 2 millió 600 forint egy ilyen kategóriájú elbájkér nem sok, nem is kevés. Szóval a kicsit hosszúra nyúlt bemutatót most ezennel lezárnám, elmegyek még vele egyet bringázni, mert holnap vissza kell már adnom a forgalmazónak. Ezúton is köszönöm, hogy a forgalmazó a rendelkezésemre biztosította ezt a bringát, ugyanis van már a gripe hazai forgalmazója, tehát ha beüt, beütitek, hogy Gripe kerékpár, akkor ki fogja adni a hazai forgalmazót, de ide be is rakok majd egy linket, hogy hol éritek el. Egy baromi jó bringa volt, és igazából várom a következőt, hiszen pont azért dolgozok, hogy újabbnál újabb gépeket tudjak nektek összehasonlítani. Csak sajnos egyre inkább érezhető, hogy jön az ősz, úgyhogy egyre rövidebbek lesznek a, a meló utáni világosban tölthető idők úgyhogy majd kicsit optimalizálnom kell ezeket a dolgokat, de hát ez már legyen az én problémám. Ha pedig szeretnél még ilyen videókat, meg bringateszteket látni, akkor iratkozzál föl, meg kattints be azt a kis harangot, hogy mindig értesítést kapjál arról, amikor jön egy új videó, és találkozunk a következőnél. Sziasztok!